Sziasztok! Ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a blockchain tudásforrás. Én Pinke Attila vagyok, és a mai videóban arra fog beszélni, hogy a bitcoin az elmúlt két hétben 45%-ot ment felfelé, tehát mondhatjuk bátran, hogy jó formában van. Aztán a második hír több banki hírt fog érinteni, mint például azt, hogy 186 USA-ban gondban lehet, a Silicon Valley bankhoz hasonlóan, vagy például azt, hogy a közepes méretű bankok két évnyi betétesi védelmet kérnek, és még tovább van még pár ilyen bankkal kapcsolatos hír, hiszen a káosz most itt a bankszektorban található, onnan jön a fő pánik. A harmadik hír pedig természetesen arról szól, hogy ezen a héten mi lesz a legfontosabb dátum, amit figyelnünk, figyelnünk kell, és milyen kimenetele lehet. Szóval ezek lesznek a mai videóban. Ne felejtsétek el, hogy én minden nap két-három ilyen short videót dobok föl ide a Blockchain Hanger YouTube csatornára, valamint hétfőtől péntekig ilyen hosszabb, kifejtősebb videót, Szóval mindent Megadok ahhoz, hogy napra kész legyél ebben a témában, hogyha neked ez fontos, akkor iratkozz fel erre a csatornára, feliratkozó gomb, csengetyű, összes ez a menete ahhoz, hogy akkor menjen az értesítő, ahogy felkerül egy új videó, és nem maradsz le semmiről, ilyen egyszerű az egész. Ha pedig tetszik, amit csinálok, akkor neked csak egy gombnyomás, nekem egy visszajelzés, azaz, nyomj egy lájkot, akár most, hogyha belefér neked, vágjunk bele. És ugye ezt az egészet csak azt tudja követni, aki tudja, hogy mi történik. Magyarul a tudást már megszerezte, a Blockchain Room pedig ez a missziója, hogy ugye a lényeg az, hogy kriptó téren tud magad edukálni, ne kelljen össze-vissza keresgélni, minden egy helyen meglegyen. Ezért létrehoztam ezt a linket, ahol ugye a legfontosabb kriptó linkek itt vannak egy helyen. Például, hogyha a Patreon csoportot ö, nézed, akkor... Ö, hogy is van? Ide készítettem magamnak valahova. Igen. Uh, itt van, hogy föltettem uh, tegnap a Patreonba először, mert limitáltak a helyek, hogy kripto adózással kapcsolatban ugye kijött ez a, a képzés is szintén, ami itt van, tehát itt vannak a, a blockchain képzései, mindegy, hogy most tényleg a, medve medvepiac, vagy éppen most a Sabika piac lesz, de ugye itt a kereskedése kapcsolatos NFT, Bitcoin, blokklánc, tehát amilyen téma érdekel, és itt ez a nagyon friss képzés adózással kapcsolatban, de most, mert több ilyen kérés is volt, egy workshopot is létrehoztak Anitáék, és befogom tenni, de a, 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 a timestamphez, ugye az időbélyekhez majd a megfelelő linket, ezt a linket hogyha ezt a kódot használod, ugyanúgy, mint a Patreon sok, csak még előbb tettem föl, mert ilyen limitált a hely, ezért ezt a webshop BCB-t használod, akkor 10% kedvezmény is jár. És miről szól ez az egész? Hát arról, hogy március 29 én egy egész napos ilyen összegyűlés lesz, ahol lépésről lépésre úgymond fogják a kezeteket, és megcsinálhatjátok együtt az adó bevallásatokat ugye délelőtt a fejtágítás, délelőtt pedig a lényeg az, ha mindenki felkészülten jön, tehát elhozza ezeket a dolgokat a workshopra, akkor mindenkinek kész lesz az adó bevallása, és csak át kell, a, 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 a el van ez készítve, amit csak oda a könyvelőnek. Igazából és ebben segítséget nyújt neked, ott lesz a helyszínen, ugye Kalocsai Kornél, Glázer Anita és egyéb munkatársak is, szóval profika leszel körülbevéve, hogyha ezt nem szeretnéd egy idő megcsinálni. Tényleg most már lassan úgy gondolom, hogy ennél több lehetőséget, hogy, hogy most ugye holnap lesz a, a, Patreon találkozó, ahol Anita lesz a vendég, tehát aki szeretne, ugye nem szeretne, de mindegy, vagy szeretne mindegy adó bevallást készíteni kriptó téren, annak most már tényleg minden segítség meg van adva, a lehetőség adott. Uh, jó, és akkor nézzünk rá a piacra, ami azt mutatja, hogy Bitcoin 3,75-öt ment fel. Ethereum érdekes módon ugye ahhoz képest egy picit ugye esett. Ezzel Bitcoin 28.249, en míg Ethereum 1782 van. Ha megnézzük az élen lévőket, akkor Conflux 14, hasonlóan 15 igen stacks, és utána utána, utána, szólaná héttel, talán. Ö és, 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 a veszteseket, hogyha megnézzük, akkor pedig SSV Network, 7,5 és fél és egy pára mennek itt le 3-4 százalékokat. Tehát jelen pillanatban így nézünk ki. Egyébként ha megnézzük itt a, a, a Glassnode-ot, tudjátok, hogy az, amit a Patreonban, többféle ilyen blokklánc adatot mindig ott venni a heti elemzésben. Ez az egyik, amit megnézünk. hiszen ez nagyon jól jelezte az előző időszakokban, és amikor itt fönt voltunk, akkor jelezte, hogy ez már itt az euforikus állapot, amikor már érdemes profitot elkezdeni kivenni nem tudod, hogy pont hol van a teteje, de nagyon jól jelezte itt a tetőket, hogyha megnézed előzőleg, és ugyanígy nagyon jól jelzi pirossal itt a mélypontokat, ahol forduláson, ahol érdemes egyébként gyűjtögetni, és nagyon fontos szerintem ezeket az adatokat is figyelembe venni, ne csak a trading view-t nézegessük. És, hogyha megnézitek, akkor itt most már a bitcoin bekerült a sárga zónába, ami azért nagyon fontos, mert minden egyes alkalommal, hogyha nézitek, itt lentről jöttünk fölfelé és bement a sárgába, akkor utána mentünk egy nagyot, ha az itt bekerült a sárgába. Nem azt jelenti, hogy még picit nem nézhet vissza, itt is láttunk egy ilyet, de utána adhat neki egy lendületet. Aztán, amikor lentről jövünk, itt is néz meg a kosárgába, amikor lentről jöttünk, akkor itt, de utána megint. Szóval nem százszerzelék, a semmi nem százszerzelék, nem tudjuk a jövőt előre, de az biztos, hogy ez általában jó jel szokott lenni. De nem biztos, azért ezzel mindenki legyen tisztában. Ha megnézzük az aranynak az árát, akkor például a mai nap folyamán már 2000 dollár fölé ment per uncia. És azért, hogyha ezt megnézzük, akkor ez már magasabb bár, mint annó 2011-es csúcs, és már lassan ott leszünk, hogy ezeket, amiket itt szépen 2020-ban, vagy éppen 22 márciusában fölállított az arany, jön megint ismételten felfelé. Ez is azt mutatja, úgy, mint a bitcoinnál is, és mindjárt az első hírben kitérek arra, ugye, hogy 45%-ot ment a bitcoin az elmúlt kettő hétben. Tehát most először például a bitcoin is kezd úgy viselkedni, mint az arany, hogy míg a, a, a Tőzsdék szenvednek, mennek lefelé, ugye a hagyományos pénzügyi szektor, a bankszektor gondban van, ott is mennek le a bankoknak a részvényei. Addig a bitcoin és az arany nagyon szépen menetel felfelé, tehát úgy néz ki, hogy része az embereknek elkezdett ebben is gondolkodni, mint bitcoinban, mint opcióban, hogy hova meneküljenek. Nyilván nem tudjuk, hogy mi lesz itt most hosszú távon, de ezek az első jelek, és igazából erre lett az egész dolog kitalálva annó 2008-ban Szatosi által, és 2009-ben indult el a bitcoin rendszere, ami egyébként nagyon fontos megemlíteni, hogy az elmúlt egy évtizedben teljesen leállás nélkül működött. Azért az nagyon kemény, hogy tíz éven keresztül egy persze nem állt le, mondj még egy ilyen rendszert, ami ilyen terhelés alatt van. Tehát nyilván nehéz. Na jó, akkor beszélünk is, beszéljünk is akkor erről a bizonyos bitcoin emelkedésről. Szóval meg is osztom akkor a képernyőt, amin látszik is, ez itt most a heti. Jó, tehát a heti csártot nézzük, minél nagyobb intervallumot fogsz áll, annál meghatározott, annál megbízhatóbb, ami itt történik. És nézzétek meg ezt az óriási nagy zöld gyertyát, ez a mi múlt hetünk, ami a bitcoin árfolyamát mutatja. És ha csak az elmúlt két hetet nézzük, akkor nézzétek, ez a gyertya, ez a piros gyertya, amit az esést visszaverték, ez innen lentről indul, és egészen idáig, tehát vasárnapig, pedig ez 45 százalék. Tehát a bitcoin, ahova lement, ahonnan fölkanyarodott, 45 százalékot ment fel az elmúlt kettő hétben, és ez az az időszak, amikor a problémák kezdtek begyűrűzni a banki szektorban, ugye az egyik-másik hír már, ugye, elmondtam, és még a mai is fogok banki éreket mondani, mert most ez az, ami mozgatja a piacot, és ez az, ami a bitcoin malmára is jelen pillanatban hajtja a vizet. Ami nagyon fontos megemlíteni, hogy itt van a 200-as mozgó átlag a heti csárton. És ugye egészen eddig ezt nem sikerült úgy átlépni, hogy felette zárjunk. Most pedig maga biztosan felette zártunk, sőt, jelen pillanatban ugye elértük ezt a 28 ezres szintet is, és most is fölötte tartózkodunk. Tehát amiről beszéltünk, hogy könnyen lehet, hogy ha itt a szektori, akkor ez lehet, ahova a következő lépés elmert, Ismételten el is ment, és most a, ezt a hetet is itt tartja egyelőre. Jó, még csak hétfő van, tegyük hozzá. Van egy fontos dátum a héten, amiről mindenképpen majd beszélni fogok, ami befolyásolhatja ennek a gyertyának az alakulását. Ez lesz majd mindenképpen a harmadik hír. De összességében azt lehet látni, hogy egész jó formában van most a bitcoin, és hozza azt jelen pillanatban, amire úgymond ki lett találva. Hogy milyen sikere, azt meg majd a jövő fogja megmondani. Na jó, és akkor jöjjön a második hír. A második hír pedig különböző bankokkal kapcsolatos hír, és igazából nem túl jó hírek, de hát ez van, ha kell róla beszélni, beszéljünk róla. Ugye oké, okay, hogy ez egy kriptós csatorna, értem, ez alatt itt a blokklányször kriptóra fókuszálunk, de a jelenlegi helyzetben, és egyébként is a, a makrokörképet nem szabad teljesen figyelmé kívül hagyni, a világnak a globális gazdasági helyzetét, és ott, hogy milyen defektek vannak, és hát természetesen a mostani bankokat utolért probléma erősen kihat minden ilyen befektetési szegmensre, így a kriptóra is, bár a bitcoin esetében ez ö, pozitív. Na jó, mik ö, várhatóak, tehát milyen dolgok repentek fel először is, egy felmérés szerint az USA-ban 186 bank is bajba kerülhet, hasonlóan a Silicon Valley bankhoz. Ugye ennek két fő oka van, az egyik a, a, a nagy kamatemelés, amit a Fed eddig végrehajtott, ami ugye nehéz helyzetbe hozta a bankokat, hiszen annak idején ugye fölvásárolták ezeket a... Treasury bondokat, ugye államkötvényeket, és akkor e, az jónak tűnt, de tudjuk jól, hogyha mennek fel a kamatok, akkor a kötvények e, pedig esnek. Ha pedig az emberek most ki akarnak valamit venni a bankból, akkor a banknak valóva kell nyúlni, ugye a tartalékaiból ezt előrántani, hiszen nagy mennyiségű pénzzel nem rendelkeznek, tehát veszteségben eladják ezeket a bizonyos e, ugye, kötvényeket. A másik, ugye fontos dolog, ami be van biztosítva, ugye az Egyesült Államokban az 250 ezer dollár, hogyha itt a betéteseket nézzük. És ugye, ha ennyit tettek depozítva, de hogyha e fölött van, és ugye ez, ez, ez cégeket nagyon keményen érinthet, akkor az már nincsen bebiztosítva. <coughs> és ugye a félelem abból van, hogy mi van akkor, hogyha azok, akik több pénzt tartanak a bankban, mint 250 ezer dollár, mondjuk oda mennek, és azt mondják, hogy jó, hát úgy sincs bebiztosítva, akkor én kiveszem mindent, ezt az egészet. És hogyha van egy ilyen bankrun, akkor ez bizony a felmérés szerint akár 186 valószínű kisebb bankot érinthet. Aztán pontosan ebből kifolyólag ez a közepes méretű bankok most a teljes betéteikre védelmet kérnek. E, azt akarják, hogy az FDIC biztosítása minden ilyen depozitra kiterjedjen, kettő éven keresztül, mert pont ettől félnek, hogy mi van akkor, hogyha megjönnek azok, akik, akik <kül> több pénzt tartanak ott, és akkor egyik bank dőlhet a másik után, mint a dominók. <kül> Na de akkor gondoljunk bele, hogy honnan fog ez a nagy mennyiségű pénz érkezni. Hogyha ugye meg kell őket menteni. Hát persze, hogy a pénzgyomtatásból, és hogyha még drasztikusabb méreteket ölt majd megint a pénzgyomtatás, láttuk, hogy a Fednek a mérlege milyen szépen 300 milliárd dollárt ugrott egyik napról a másikra, ha úgy tetszik, akkor ez újabb higításhoz vezet, mármint a dollár higításához, ami újabb inflációt eredményez. Sőt, volt egy olyan szakértő, aki azt mondta, hogy azért lehet a bitcoin 90 nap múlva 1 millió dollár, mert hogy annyira elfogják most ezzel, hogyha itt bedőlnek a dolgok inflálni a dollárt, ugyanis olyan pénzmennyiséget kell nyomtatni. Jó, ez túl szélsőséges minden, csak hogy fölröpent egy ilyen hír. Oké, okay, ő véleménye. Én azért nem bízom ebben, hogy 90 nap alatt 1 millió lesz a, a bitcoinnak az ára, 28 ezeren vagyunk. Tehát az azt jelenti, hogy ha felszoroznám, az azt jelenti, hogy közel 20 billió amerikai dollár lenne a bitcoin piaci kapitalizációja. Ugye? Igen. Kb. Az azt jelenti, hogy, és az aranyé most valamennyi. tehát na jó, oké. Okay. Eee, jó, akkor a másik, másik, másik infó, itt van a, a UBS csoport, ami ugye itt a, a Credit Suisse-t e, vásárolta e, meg, úgymond 2 milliárdnak mondták, de aztán egyszerűen 3,2 milliárd dollárra lették kisegítve, úgyhogy március 17-én a piaci kapitalizációja ugye 8 millió dollár volt, tehát lényegesen piaci ár alatt. Ez is egy fontos dolog, hogy hét óriás, ugye bankóriás, itt a Fedet látjuk, a Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, Swiss National Bank és ugye az Európai Központi Bank is. Tehát ezt a bizonyos dollár likviditás érdekében ezt a likvid, ez a swap lines együttműködést hozta létre, vagy nem is, hogy hozta létre, de hogy ugye ebben egyeztek meg, ami az lenne a lényege, hogy ahol éppen szükség van likviditásra, akkor az oda tudjon menni. Tehát lehet látni, hogy ez egy globális probléma. Tehát nem az Egyesült Államok, hanem itt, 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 itt az egész, egész világ benne van, és, és akár egy, tényleg pengeilen táncolunk, nem garancia, hogy itt most óriás krach lesz, de hogy jól nem állunk, és a Fed nincs jó helyzetben, az is biztos. De, ha már a Fedről beszélek, akkor ugye az FOMC meeting ezen a héten lesz, mi is a dátum, már is mondom. Szóval, FOMC meeting ezen a héten, hát ugye ezt várjuk egy évben 8-szor, ebben a hónapban is van. És... Negyed, pontosabban mondjuk hogy, mondjuk, hogy 25 bázispontos ö, emelést vár most egyébként a többség. Ö, ugye mikor lesz, tehát a március 21-22, tehát kedden és ö, szerdán ezen a héten, és természetesen ter szerdán utolsó nap 22-én lesz az, amikor Jerome Powell kiáll, és elmondja, hogy a Fed ennyivel emelte a kamatot. Ha emelte, ugye... Ö, Amerikai idő szerint, keleti idő szerint az délután 2 az magyar idő szerint este 7 óra. Tehát akkor várható szerdán 22. én a jelentés. És ha megnézzük, akkor lehet látni, hogy ugye előzőleg elértük, tehát így, így megy fel a kamat, tehát hogy lehet látni, itt van ugye a múlt év 22. áprilisa, és akkor így megyünk fölfelé, elértük a 4,75%-os kamatot, és az előrejelzés az, hogy a többség azt mondja, hogy 25 bázispontos emelés lesz most, azaz 5%-ra fog felmenni de vannak sokan, akik azt mondják, hogy nulla lesz, majd meglátjuk. Az biztos, hogy jelen pillanatban a Fed nem folytathatja azt a szigorú politikát, amit monetáris politikát, amit ugye megálmodott magának, mert ezt egészen addig tudta tolni ezeket a kamatemeléseket magasabb szinten, amíg valamit ugye össze nem dönt. És a banki rendszer úgy néz ki, hogy akkor egy most sikerült is bizonyos értelemben, minden esetről, hogyha folytatná, hát akkor, akkor, akkor tovább dőlnének a dominók, igencsak hirtelen. Szóval rá van arra kényszerítve, hogy csökkentsen ezen a emelés mértéken, vagy kicsi szünetet tartson, és mondja azt, hogy nulla. Hogy mi lesz ebből? Hm. Majd akkor meglátjuk, de tudjuk jól, ha ezt a tempót visszaveszi, akkor az infláció térhet ezzel vissza. Arról nem beszélve, hogy mint látjuk, hogy számos esetben rá van kényszerítve arra majd, hogy ismételten nyomtasson. pedig mondják, hogy nem bailout, nem bailout, hát akkor nem az, akkor nem a Béla, akkor out, tök mindegy szó. <laughs> mindegy, hogy mi a gyereknek a neve, ugyanazt csinálják. És és, és, ahogy lehet látni, ez nyilván a likvid piacokat majd beindíthatja. Most az első, ami jól reagál rá a tőzsdén is jobban, az jelen pillanatban a bitcoin. Üm, és majd, hogyha kijön az adat, akkor szoktam azonnal ugye mindig tehát kb. még majdnem abban a percben felszoktam dobni a Patreonra, hogy kijön, vagy, vagy vagy tényleg egy-két egy perc elcsúszása. Tehát ott mindig azonnal látjátok a friss adatokat, és előbb-utóbb elkészül róla a videó is, csak azt, hogy meg kell csinálni, és akkor megy fel ide shortként, meg a TikTokra is felszokott akkor menni, tehát szerdán majd azt megcsinálom. Jó, na, és akkor menjünk át a kérdezfelek rovatra, hiszen folyamatosan jönnek kérdések, tök jó, mert ugye aktív ez a komment szekció is. És hogyha van kérdésed, akkor nagyon egyszerű, dob föl itt az aktuális videó alatt, vagy hogyha tuti akarsz menni, tőlem szeretnék kérdezni, akkor egy hely van, ahol én olvasom a kérdéseket, az pedig a Patreon csoport, tehát bármelyik tagsággal, egy egyszerű szatos tagsággal, bármelyik nap beszállsz, onnantól él a 30 napos tagságod, és a rendszer automatikusan megújítja, de bármikor lemondhatod, tehát nincs is kötöttség, és rengeteg hasznos infó van, a VIP-val lehet látni az összes tartalmat, és ugye ott 24 órán belül én válaszolok a kérdésedre személyesen. Na jó, nézzük azt mondja. Szia, hogy látod a véleményed gyakorlatilag a nagyobb altok, például a top 50 nem nagyon emelkednek, alszanak, nem lehet, hogy tényleg spekuláció mostani emelkedés, hiszen a BTC elérhetősége folyamatosan csökken a tőzsdéken, a nagy pénz továbbra sem vándorol a kriptóba eltekintve néhány altól, tehát összességében a nagy tőke hiány, itt most ez nem befejezve, de itt ugye arra vonatkozott a kérdés, hogy mi történt a, a miért a top 50 nem nagyon indul meg. Annyi, hogy jelen pillanatban, hogy most kialakult, az annyi, hogy, hogy a bitcoinban bíznak a legjobban azok. Bának, akiknek nagy pénzük van, és most éppen menekíteni akarnák valahonnan a, a, a bankból, tehát nagy eséllyel az van, hogy nem kell ezt ugye tőzsdén megvenni, tehát hogy tőzsdén kívül is ö, lehet ö, vásárolni természetesen, sőt az igazi nagyok ugye legtöbbször így szokták pontosan azt, hogy az árat ne is befolyásolják annyira. Um, és, és utána, vagy nyilván lesz, lesz, tehát mindig így szokott lemenni, hogy a, a jön a bitcoin, utána jönnek a nagyobb baltok, utána jönnek a kisebb baltok, de jelen pillanatban most abban a fázisban vagyunk, amit én is ezért mondtam azt, az utóbbi időszakban, fél évben, hogy azért a BTC gyűjtése, vagy szatosi gyűjtése természetesen kisebb létében, gondol, ugye abba számolunk, Azért az a, a, az a fontos, mert hogyha bármilyen helyzet van, akkor valószínű, hogy ez fog először megindulni, és természetesen, hogy szépen felépítettél abból, annak egy részét tovább forgathatod, hogyha szeretnéd, amikor majd az altoknak eljön majd az ideje. Üm. Oké, okay. aztán a Ledgeren sztékelésén nem marad a Ledgeren az említett coin, hiszen büntetés esetén bebukod. Ugye itt beszélünk a Ledger sztékelésről, de tény, hogy így van. Hogy lásd, sok mondok egy példát, coin, ami nagy és bebukott ugye a, a, Terra Luna. Hát, hogyha bebukik az alt és, 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 és nem jön tovább, akkor mindegy, hogy hol sztékelted igazából. De itt most amire én ugye reflektáltam akkor az az volt, hogy ha Ledgeren van is úgy sztékeled, az a sztékelési lehetőségek közül a legbiztonságosabb jelen pillanatban talán. Azt mondta, aztán, 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 szerintem ez a fajta pénznyomtatás nem egyenlő, ú itt is levágta, és ez egy hosszabb üzenet volt. Mi is letettét, hogy 2020-assal, ott a gazdasági stimuláció volt a cél, a lényeg, hogy az embereknek pénzt adjanak, amit el tudnak költeni, a kölcsönöket vegyenek fel. 300 milliárd dollár bankok védelme miatt lehet nyomtatva, ők azt kapják, hogy tudják fedezni a kiadásokat, ki tudják fizetni. Ja, hogy igen, itt most akkor bizonyos értelemben máshol van szó, és tudom, hogy most a lényeg, viszont az embereknek beugrott az, hogy pénz nyomtatás, akkor rögtön ugye azért megy fel a piasz, hogy az ilyen szempontból lenne spekuláció, hogy ez volt az üzenetnek a, a, a vége. És persze más volt az a helyzet, de hogyha belegondolunk, akkor most ugye még nagyobb a gond a bankok miatt. Tehát akkor azért nem volt ilyen, hogy most a bankok össze fognak dőlni, akkor azt mondták, nyomtassunk pénzt. Csak most már egy csomó pénzt nyomtattunk, elinfláltuk a dolgokat, és itt vagyunk ebben a rossz helyzetben. Tehát igazából most, most egy menekülő útként funkcionálhat például a bitcoin és a kriptovaluták és ez eredményezi a, a mostani mostani emelkedést. Azt mondja Szia a több videóban is elhangzott már, hogy szerinted az árfolyam mehet felfelé a tiltástól. Ezt mégis hogyan képzeljük el? Általában racionális és érthető az de nem ebben a visszatérő témában, kriptós legyen a talpán, aki egyet tud ezzel érteni. Az árfolyamot a keresett kínálat határozza meg, ha elle mitől menne fel, az alkohol olyan párhuzamot értem, de szerintem éles ellentét van az alkohol a BTC vásárlás motiváció és lehetőségei között. Ezt teljesen adom, persze nem ugyanaz a motiváció. Persze jó eséllyel nem fogjuk látni, mi történne egy tényleg komoly tiltás után, de szerintem sokkal egyszerűbb lenne kimondani, hogyha konkrét intézkedések lesznek ez irányban, és nem áll meg egy egészséges szinten. Jobb menekülni a kriptóba, szerencsére, itt még nem tartunk. Szerintem inkább az van, hogy valószínűleg szűkebb lesz a ahhoz képest, amit egy-két év lehetett észszerűen vizionálni, de bőven van még hely növekedésre, és teljesen feleslegesnek látom a kriptó akopali, akó, micsoda kriptó apokalipszisbe, bocsánat, én nem tudtam kiolvasni, és belemagyarázni, hogy jót tesz a BTC-nek. Persze, jó, nem látjuk azt, hogy, hogy, hogy mi lesz felett, Tehát igazából ezek feltételezések, ugye, esélylatolgatások, aztán majd meglátjuk hogy ö, mi lesz vele. Ahhoz, amit én is írtam, hogy ahogy az kéne, tehát ahhoz kéne, ahogy, hogy itt az egész BTC és, és így mond, bedögöljön, hogy először is a világban minden országnak egységesen egyet kéne abban érteni, hogy betiltják a BTC bármiféle használatát. Akkor még mi mindig lehet underground, de nem szerencsés természetesen. De nem látom azt, hogy hogyan fog ebben a világ összes országa egyetértésre jutni, amik egymástól teljesen függetlenek. És természetesen csak úgy mondom, hogy oké, okay, hogy vannak ezzel kapcsolatban föllépések, tiltások, de jelen pillanatban ugye az USA-ban is úgy vagyunk, hogy hogy a bitcoin nem őt a komoditi kategóriába tennék jelen helyzetben. Nyilván a teljes ellehetetlenítés az, az, az nehéz, de most egy teljesen más ugye, dolog jött elő. Ez pedig a egyre jobban felnagyítódik a probléma most, és egyre több ember számára a fiat rendszerrel. És akkor, ugye, ha az alternatívákat nézzük, hogy ott van ez a fiatrendszer, rendszer, ami e, látszik, hogy folyamatosan inflálódik, és ez most mindegy, hogy dollár, euró, vannak jobb meg rosszabb helyzetben lévő ugye, valuták, de a lényeg az, hogy, hogy Gondok vannak. Gondok vannak a tárolásával mert hogyha elmegyünk a CBDC irányába majd, akkor nem is lehet majd készpénzre idővel tárolni, viszont ha most digitális formában tároljuk, tehát most is a banknál ez a számunk, nem biztos, hogy a bank tudja vállalni a felelősséget, hogy ez a pénzed meg lesz. Tehát te megdolgoztál érte, betetted a bankba, hogy megőrizze neked, és nem biztos, hogy meg tudja őrizni. Tehát az embereknek a bizalma. Ezzel szemben mondjuk ott van a bitcoinnak a rendszere, ami viszont jelen pillanatban ugye 14 éve töretlenül működik, decentralizált rendszer nem lehet olyan uh, szempontból lekapcsolni. Ha tiltják is, úgymond, hogy ne fogadja el bitcoint, akkor is a rendszer attól még működik, mint ez abszolút nem mondható el egy, egy banki rendszer, hogyha befogyasztanak egy bankszámlát, az be van fagyasztva te nem fogsz ilyen szempontból hozzájutni. Szóval, itt most változik a jelen pillanatban uh, a helyzet, és um, ilyen szempontból az emberek is másképpen értékelhetik. Ugye volt is volt egy, volt egy ilyen kijelentés, hogy hogy el kéne lehetetleníteni a social médiákat, mert egyszerűen egy, egy veszélyforrás most már, hogy, hogy a social médiában olyan gyorsan terjednek az információk a Twitternek és a YouTube-nak és mindennek köszönhetően, hogy, hogy, ez vezetett oda, hogy, hogy ezt tesz rosszat a bankoknak, meg nehogy óriás pánik történjen. De hát egyébként egy nonsens, gondoljatok bele, hogy ott tartanak, hogy fölépítettek egy rossz rendszert, ami nem működik, és nem tudják már kordába tartani, mert itt vannak ebben a helyzetben, és akkor azt okolják, hogy ha ez a, ennek a híre, hogy ők rosszul csinálnak dolgokat, ...okat, hamar elterjed, az nem jó, mert akkor összedönti a rosszul működő rendszerüket. Mi van? Szóval, hogy ö, a, a lényeg az, hogy ha nem jó, akkor ez nem jó. Találtál volna ki egy normális rendszert, ugye lenne ez a dolog? Nyilván most ezt nagyon sarkítottam, és most Istenem, hogy belemegyek ebbe a dologba. Nem egy olyan egyszerű kérdés ez, de a lényeg, hogy hogy ami régen ki lett találva, amire ez megy, az tényleg az a lényeg, hogy azok, akik ö, ugye ott vannak a megfelelő pozícióban, a mellett, azok jó járjanak. A bitcoin adna egy, egy fair esélyt, úgymond mindenkinek, aki, aki, ebbe az irányba lép. Nem garancia, mert nem tudjuk, hogy mi lesz ezzel az egészszel a jövőben. A jelen helyzetet látjuk, hogy most egy pánik ugye kezdik kialakulni a banki rendszerben, a világban, aggódunk itt a nyomtatás miatt, a pénznyomtatás, és elkezdett felmenni mégis a bitcoinnak az ára. Fog korrigálni, tudja, hogy fog, de, de ezt nem tudják olyan könnyen elvenni, mint ahogy a bankban lévő pénzedet elveszik. És innentől kezdve sok ember gondolhatja azt, hogy jó, akkor egy részét, és te hogy valaki ólén ezzel bármelyik irányba is, mert az egy teljes nagy kockázat. De egyre több úgy gondolják, hogy jó, lehet, hogy a nem tudom én a befektetett pénzem 5%-át én átteszem bitcoinbe. Ez most nem tanácsadás, csak hogy ezt látom a statisztikában, akár a nagyoknál is már így van hogy, hogy, hogy egyre jobban azt gondolják, hogy hogy már nincs akkora vesztenivalóm, hogyha beleteszem szembe azzal, hogyha most éppen egy bankba hagyom a, a, a pénzemet, mert ott is baromi nagy a, a rizikó. A végtelenségig nem tudnak minden, ugye, e, ilyen betétes számlát biztosítani, csak egy ideig óráig, hát mi mennyiséget kéne e, ugye nyomtatni, hogyha ez itt, ez a, megrohannák a bankokat, és az emberek ki akarnák venni a pénzt. Na, szóval e, itt azért sok-sok kérdés van, nagyon érdekes időket érünk, semmi váratlan nem történik, tehát pont azok a dolgok történnek, amiről már egy éve beszéltünk, két éve beszéltünk, csak ugye, ha visszamentek a csatornán, most már is lesz, hogy már három éve csinálom, ugyanúgy beszéltünk az inflációról 2020-ban, ugyanúgy, tehát pont ezekről az do... eseményekről beszéltünk, csak ugye ehhez idő kell, míg ebbe az irányba elindulunk, és egyik a másik után majd így megtörténik. Mi, aki ebben jobban benne vagyunk, ő, nyilván nem ér minket váratlanul, föl vagyunk rá készülve, mégfelően diversifikáltuk a dolgokat. Azok sajnos, akik nem foglalkoznak ezekkel a dolgokkal, azok, azok hirtelen most akkor kapódnak, hogy, hogy mi van. De ezért nagyon fontos a tanulás, ezért mindig azt mondom, hogy nem takarodott fújni medvepiacban, hogy akkor jaj, nem kell foglalkoznom semmivel, és akkor majd a bika piac, akkor valami zsetont rádobok a, a kriptóra, gazdag legyek mert ez nem erről szól. Sokan még mindig azt hiszik, hogy a kriptó gyors meggazdagodás, majd a bóránban nagyon megszedem magam, altcoinokat megszórom, és abszolút nem értik ennek az egésznek a lényegét, mert nincs meg a tudásuk hozzá. Nem vették a fáradtságot, az idejüket, a pénzüket, nem költötték arra, se időket, se pénzüket, hogy ezt rendesen megértsék. Tehát akkor nem tudsz hogy csodát csinálni. Aki nem akarja, az nem fogja. De jelen pillanatban az én olvasatomban ez legalább egy esély valamire. Hogy tuti valami, semmi nem tuti a világban. Azt sem tudjuk, mi lesz holnap ilyen szempontból. Na jó, szóval mindenki saját felelősségre, csak könyörgöm, induljanak be az agytekervények, gondolkozzatok, hozzatok olyan döntéseket, cselekedjetek valamelyik irányban, a semmit tevés, tehát hogy nem csinálunk semmit, csak biztos majd valahogy lesz, az baromikor, az, az, a legkockázatosabb, meg teljesen kiadtad a, 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 kezedből a dolgokat. Legalább valamelyik irányba menjél, és akkor tudod, hogy abba az irányba mentem, azért, mert én így gondolom, és akkor ezért én vállom a felelősséget, és ami történik, az akkor az én felelősségem, de ha semmi, akkor, akkor mit majd a rendszert fogod okolni, vagy, és az mitől lesz jobb. Tehát, hogy, hogy legalább, legalább, hozzunk, hozzunk döntéseket, de azt meg csak úgy tudsz hozni, hogy hogy, 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 hogy valamilyen tudást elsajátítasz azon a területen bárhol is a döntést akarod hozni. Na jó, ennyit akkor erről. E, hogyha hogy tetszik a tartom, amit napi szinten gyártok, shorti dolgok, long videók, akkor jöhet a like, és iratkozz fel erre a csatornáról, hogyha naprakész kész szeretnél lenni. Feliratkozókom, csengetjük összes, hiszen tök mindegy, hogy bika van, tök mindegy, hogy mede piac van, történések folyamatosan vannak, és a blockchain hangerin pedig a legfontosabb dolgokról mindig értesülsz minden nap. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap találkozunk, e, sziasztok!